A Maros megyei Marosludasra és Dicsőszentmártonba látogatunk ez alkalommal, két olyan településre, amelyeken a magyar kisebbség számát tekintve szorvány közösségnek számít. Mindkét szorvány településen a magyar közösségek tesznek megmaradásukért. A magyar nyelvnapját, a szorványnapját és a Hajdina Néptánc Együttes fennállásának 19. évét ünnepelte a marosludasi magyar közösség. Küzd a megmaradásért ez a közösség, hiszen látják értelmét. A városban és annak vonzás körzetében hónapról hónapra szerveznek valami olyan rendezvényt, ami közösségfejlesztőnek nevezhető, hiszen úgy vélik, ez a megmaradás kulcsa. Érdemes küzdeni. Ugyanakkor nem lehetetlen megmaradni. Azt szoktam mondani, hogy minden rajtunk múlik, és azon, hogy mit akarunk. Tehát ha akarjuk, megmaradunk, ha nem akarjuk, nem. Ez ennyire egyszerű az én szempontomból, és az én meglátásom szerint. És Marosludason hogyan sikerül ezt véghez vinni? Mennyire akarják, és mennyire tudják véghez vinni a terveket? Hála Istennek akarjuk, és vannak olyan vállalkozó szellemű emberek körülöttünk, akik ezt felvállalják. Sőt, mondhatom azt, hogy most már az utóbbi években egy nagyon jó csapat állt össze. Persze szorványban a megmaradás egyik fő záloga a közösségfejlesztő, közösség összetartó tevékenységek sorozata, amivel sikerül megmozgatni. Most már úgy néz ki, hogy évről évre több és több magyar embert, és itt beszélek nem csak városunkról, hanem városunk vonzáskörzetéről is, a környező falvakról is, ahonnan nagyon sokan bejárnak Marosludasra, úgy táncolni, mint előadást megnézni, meg különböző rendezvényekre. Tehát, amint mondtam, a legfontosabb az, hogy gyakorlatilag januártól decemberig minden hónapra jusson valami olyan típusú tevékenység, ami közösségépítőnek, közösségfejlesztőnek nevezhető. A megmaradás érdekében úgy az érdekvédelmi szervezetek, mint a civil szervezetek kiveszik részüket a munkából. Például a Marosludasi Kulturális Egyesület egy közösségi magyar házat akar létrehozni. A Hajdina Kulturális Egyesület a néptánc és hagyományok ápolásában vállal szerepet már lassan két évtizede. Miért büszke a Hajdinára? Igen, hűben jó a kérdés, és örülök is a kérdésnek. Azt hiszem, helyemben bárki büszke lenne a Hajdinára. Ezt tudom azért is mondani, mert amíg itt Marosludas és Marosludas vonzásterében úgy beszél a magyar románul, mintha magyarul beszélne, úgy vannak román barátai, mint magyar barátai. Talán akkor vesz észre, hogy románul jobban tud, mint anyanyelvén magyarul, amikor egy hivatalos okmányt kell kitöltenie, és ezeket a fogalmakat ugye sajnos így tudjuk, akkor... Azok a lányok, a fiúk, akik még kisgyerekként szüleiktől vezetve érkeztek, és ugye felnőttek, mert vannak, akik már 18 éve is táncolnak, ők nem telítődtek avval a csatos nagy anyaggal, ami a magyar népdal, a magyar néptánc, és maga mindaz, ami magyar a kincsünkről, annak gazdagságáról szól. Milyen érzés a Hajdinával dolgozni? Mit tesznek? Tehát mitől tudnak olyan tevékenységet folytatni, hogy valóban a maroknyi magyarság itt a szorványban megmaradjon, és a hagyományok azok generációról generációra átörökítődjenek? Igen,
Nem földrajzi órát akarok tartani, viszont azért oda tartozik. Ha nézzük, hogy hol is fekszik a mi kisvárosunk. Aranyország, Maroskülösszék, Székelymezőség, meg a mezőség csomópontján van a mi városunk, akkor ezeknek a lányoknak, fiúknak, akik erről a csomópont vonzásköréből érkeznek ide, ugye nekik mind a négy táj, égtáj irányában levő énekeket, táncokat, szokásokat, hagyományokat megismerik itt. Amikor érkeznek, természetesen nem is gondolnak, hogy van egy ilyen. Itt találkoznak, amikor én ezt így leírom egy hajdina ismertetőben, és ezt mai nyelvvel élve csípi úgy a riporter, mint a gyerek. És egy-kettő. Ha azt mondom, hogy a 19 év alatt 8 táncoktató, meg énekoktató fordult meg a hajdina színeiben, 2012. január 5-től viszont Kásler Magda, meg Farkas Sándor Csaba úgy nyerte meg a szívüket, hát először a gyerekeink szívét, és egyértelműen a szülők szíveit, hogy ha akkor voltunk valami 30-valahányan, most már 66-tá tart a száma, és már 4 korosztályban ropjuk a táncot, az éneket. A gyerekek szeretik azt a közösséget, amiben léteznek. Legyen szó akár a Hajdina Néptánc Együttesről, vagy annak frissebb hajtásairól, a Tatárka, a Haricska vagy a Pohánka tánccsoportokról. Nekem nagyon fontos, mert szeretem a hagyományos dolgokat, a táncokat, a dalokat, meg a viseletet. És nagyon szeretem a társaságot, a fellépéseket, mindenfelé elmegyünk, együtt vagyunk és jól érezzük magunkat. Miért fontos szerinted a hagyományokat ápolni, és majdan talán a te gyerekednek is megmutatni, megtanítani? Szerintem fontos, hogy tudjuk, hogy éltek eddig az emberek, milyen hagyományokat adnak át nekünk, és ezt mi is át kell adjuk majd a gyerekeinknek, hogy ők is tudják, milyen volt régebb. Ugye mindig szó van arról, hogy szórványban éltek, kismaroknyi magyarság él itt Marosludason. Nehéz így létezni, vagy könnyű barátkozni a többségiekkel, a román ajkúakkal? Hát nekem könnyű, én barátkozok mindenkivel, de szerintem másoknak sem nehéz, mert az emberek nem épp annyira rosszak, és elfogadnak minket itt is. Nekem fontos, hogy táncoljak, mert szeretem, hogy mindig közösségben legyek, szeretek táncolni, szeretek énekelni, szeretem beírni magamat minden lépésbe. És nehéz ezt megcsinálni? Mondjuk a román ajkú barátaiddal könnyű megértetni, hogy te miért jársz ebbe a tánc együttesbe? Szerintem igen, nagyon szeretek táncolni, nekem soha nem nehéz semmi. Mondjuk jó, nehéz más dolog, de a tánc
Én mindig belélem magamat, mikor táncolok, meg a románokkal nincs semmi baj. Ők elfogadják, hogy táncolok, és szeretik, amit csinálok. Miket szoktatok táncolni, és milyen hagyományokat próbáltok megőrizni? Hát mi szoktunk táncolni magyar lapádit, mezőségi csárdást, és a hagyományok szerintem a ruhák, a táncok, az énekek. És miért kell ezeket megőrizni? Mert mondjuk 20 év múlva, ha megőriznék, mind szebb és szebb lesz. Szeretem ezt, mert sok mindent tanulok, és egyszerűen szeretem a táncot. Mit tanultál te meg eddig? Hát megtanultam, hogy kell forogni, lépéseket is, és hogy ilyen táncokat. És mondd csak, milyen ruha van rajtad? Hát ilyen székelyruha, ilyen... És miből áll ez a székelyruha? Van egy alsó szoknya, egy alatta még van egy ilyen piros, rajta a kötény, egy ilyen ing, és ez a mellény. Büszke vagy rá, hogy igen, ezt viselheted? Igen, nagyon. Mondd csak, milyen táncokat tanultatok meg? Hát eddig tanultunk nyáredmenti táncokat, és pontosan nem tudom, hogy milyen táncokat, de azóta, mióta táncolok, elég sokat tanultunk. Miért fontos neked, hogy táncolj? Én nagyon szeretek táncolni és énekelni, és egyben egy csomóan vannak, akiket nagyon jól ismerek, és barátaim. A vendégek sorában Magyarország főkonzulátusának képviselője Körösi Viktor Dávid is ott volt. Mint ismeretes, a Magyarországgyűlés 2015. november 3-án a határon túli magyarság iránt viselt, és az alaptörvényben rögzített felelősség jegyében november 15-ét a Magyar Szórvány napjává nyilvánította. Azt kell kiemelnünk, hogy szórványban lenni nem hátrány, hanem állapot. Azért, mert szomszédaink más nyelvet beszélnek, nekünk nem kell még ettől elveszíteni a sajátunkat. A megmaradás nem létszám kérdés, hanem bátorság és akarat kérdése. Erős közösség attól leszünk, ha összetartunk. És nem feltétlenül attól, hogy sokan vagyunk. Persze, ha sokan vagyunk, az jó. Legyünk, minél többen adja a Jóisten. Tehát a szórványlétben való megmaradás nem rajtunk kívülálló okokon múlik, hanem saját magunkon. És most kilépve a mindennapi élet mókuskerekéből, tegyünk egy lépést hátra, és gondoljuk végig, hogy mit tudunk tenni azért, hogy őseink ránk hagyományozott anyanyelvét és kultúráját meg tudjuk őrizni a jövőnek. A mi döntésünk az, hogy milyen nyelven beszélünk a gyermekeinkkel. A mi döntésünk, hogy magyar iskolába íratjuk-e őket, ahol magyarul tanulnak történelmet, irodalmat, és magyarul beszélnek velük. A mi döntésünk, hogy irányt mutatunk-e gyermekeink számára a helyi magyar közösségi tér felé. A demográfiai mutatók alapján Marosludason évek óta nem növekszik számottevően a magyar közösség lélekszáma, viszont a sorvadási mutatók is átlagértékeket mutatnak, tehát vannak és lesznek kisebbségiek Marosludason.
Ezzel továbbállunk, és Dicsőszentmártonban folytatjuk a forgatást az ott élő magyar szorvány közösségben. Több okuk is van ünnepelni, például az, hogy magyar óvoda épül Dicsőszentmártonban. A mai napon, 2018. november 17-én az ünnepélyes alapkületétel által útjára indul e helyen a dicsőszentmártoni magyar óvoda építése. Az óvoda alapítását és az építkezést a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja keretében a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárság és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT támogatja, lebonyolítja a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége. Az intézmény szolgálja híven a legkisebbek anyanyelvi nevelését, a magyar nyelvű oktatás jövőjét a következő évtizedekben Dicsőszentmártonban. Így hangzott az az alapító levél, amelyet Dicsőszentmártonban olvastak fel a Magyar Óvoda és Bölcsőde alapkövének letételénél. Ezt miután az illetékesek kézjegyükkel ellátták, időkapszulába zárták, mint egy bizonyítékként a következő generációk számára. A kezdeményezés régi. A 90-es évek legelején fogalmazódott meg a szorvány közösségben, de akkor a jogi keret nem engedte meg az intézmény létrehozását. A 2000-es évek elején ismét felé lett a gondolat, hogy magyar tanintézmény kell, ám akkor sem kapott zöld utat a kezdeményezés. Pár évvel ezelőtt történt, amikor riportot készítettünk a még nem létező Ligeti György iskoláról. Most úgy tűnik, hogy annak van meg gyakorlatilag az első lépése. Milyen érzés, hogy a sok szorványharcban végül is egy eredményt elértek? Hát mondjuk felemelő érzés ez, amikor sikerül megvalósítani valami olyant, amit már rég megálmodtunk és harcoltunk is érte. És ugye, hogy ha egy közösség valamit nagyon akar, akkor az sikerül is előbb-utóbb, és mindig azt mondtuk, hogy nem fogunk lemondani róla, és azt is megígértük, az időkapszulába is betettük azt, hogy arra számítunk, hogy az elkövetkező 5 évben belül a 150. évfordulóján az intézményesített magyar oktatásnak ott már a az iskola alapkövét tesszük le, avagy az iskolát fogjuk avatni. Napközi normál programú óvoda és bölcsőde is működik majd vélhetően következő ősztől ebben az ingatlanban. Remélem helyi képviselőként is, hogy a helyi önkormányzat támogatni fogja, hisz hiába a törvény alapján létesülni fog és engedélyt kap, hogyha nem vállalja át az önkormányzat, mert hogy ugye a működtetését fel kell vállalja nem egy évre, nem kettőre, nem tízre, hanem tovább sok éven keresztül, reméljük. Tehát elméletileg következő tanévtől már bekapcsolják az állami hálózatba ezt a tanintézményt? A tervek szerint igen, az az elképzelés, ezt most meglátjuk, hogy hogyan lehet, mennyire járható az út, és melyik a rövidebb járható út ennek irányában. A beruházás a Kárpát-medencei óvoda fejlesztési program keretében valósult meg a magyar kormány támogatásával, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége meg nagy szerepet vállalt a kivitelezésben. Mi nagy lendülettel veszünk részt abba a fejlesztési folyamatban, amelyet a magyar kormány indítványozott 2016-ban a máért döntése alapján egy nagyszabású Kárpát-medencei óvodafejlesztési program elindításával. Mi elsősorban a szakmai fejlesztés irányába igyekszünk lépéseket tenni, de örömmel veszünk részt az intézmény alapításban is, hisz nagyon fontos számunkra, hogy azokon a vidékeken, és itt elsősorban a szorvány vidékekre gondolok, ahol szükség van magyar intézményekre, ezek megépülhessenek, és olyan vonzó környezetet biztosítsanak, amelybe szívesen jönnek el a gyerekek tanulni, óvodába járni, majd később netán iskolába. Itt Dicsőszentmártonban pedig egy különös jelentősége van ennek a
az intézmény alapítási kezdeményezésnek, és a dicsői közösségnek egy nagyon régi vágya, hogy önálló magyar intézménye legyen. Én nagyon remélem, hogy ez csak egy kezdet. A rendezvényen jelen volt Novák Csaba Zoltán RMDSZ-es szenátor, a szenátus oktatásügyekért felelős bizottságának alelnöke. Azt kérdeztük, tevékenységével hogyan segíti a magyar szorványoktatást. Külön tekintettel kell lennünk a szorványoktatásra, hisz Erdélyben, Romániában a magyar szorvány területeken levő oktatás a gyereklétszám csökkenés miatt egy kiemelt stratégiai fontosságú kérdés. Az intézmény mindenképpen segíti a magyar dicsőszentmártoni magyar oktatásnak az intézményesülését, és a nem tagadott célunk az, hogy a hosszú távon képítsünk az óvodára iskolát is, minden szinten, tehát első osztálytól a középiskolai szintig. Gyakorlatilag én úgy látom, hogy a szorványoktatásnak egyik alapköve, egyik alapfeltétele az, hogy önálló magyar intézményeket hozzunk létre, amely tömöríti egy tágabb környékről a magyar diákokat. 145 éves a Dicsőszentmártoni intézményesített magyar oktatás. Ennek és a mindenkori Dicsőszentmártoni magyar oktatás elhunyt pedagógusainak emlékére kopjafát lepleztek le az épülő óvoda udvarán. A kopjafa Szakács Pál István egykori Dicsőszentmártoni diák adománya. Kopjafát akartam régi iskoláknak adományozni, és időközben a Nemzeti Kulturális Alap egy pályázatot írt ki, melyet a miskolci testvériskolák megpályázott, és a Székelyudvarhelyi Bánya János Műszaki Szakközépiskola diákjai és a miskolci középiskola diákjai egy kopjafát faragtak ki, amelyet a Kiskökülön menti Dicsőszentmártonban elhelyeztük. Azt gondolom, hogy ez egy igazi magyar összefogás. A rendezvény sorozat keretében sor került egy szakmai megbeszélésre is az alsó Kiskükülőmente iskola hálózatának aktuális kérdéseiről, ahol a pedagógusokat életműdíjjal tüntették ki.